2015. december 1-én ünnepélyes keretek között adták át az új rendőrőrs épületét Kistarcsán a Deák Ferenc utcában. A rendezvényen részt vett dr. Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott, Szabó István Pest megye közgyűlésének elnöke, Solymosi Sándor Kistarcsaváros polgármestere, ifjabb Juhász István alpolgármester és Cukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző. A kistarcsai rendőrös ellátási területéhez tartozó települések Kerepes, Nagytarcsa, Csömör és Mogyorod polgármesterei, alpolgármesterei, illetve polgárőr egyesületének elnökei. A rendőrség képviseletében megjelent Kovács István rendőrvezérőrnagy, gazdasági főigazgató, országos rendőrfőkapitány helyettes, dr. Mihály István rendőrdandártábornok, a Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője, helyettese dr. Németh Gyula rendőrezredes, a Pest megyei rendőrfőkapitányság kapitányság vezetői, dr. Bozsó Zoltán rendőrdandártábornok, a Gödöllői rendőrkapitányság vezetője, a Gödöllői rendőrkapitányság őrsparancsnokai és osztályvezetői, valamint a kistarcsai rendőrőrs állománya. Dr. Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a rendfenntartó szervek munkája kardinális jelentőségű Magyarországon. Önökre nagyon nagy szükségünk van, hogy amikor 100 számra, 1000 számra, 100 000 számra akarják előzönleni mondjuk az országot, akkor önök végzik azt a feladatot a normál napi ügymeneten kívül, hogy ha kell, akkor az ország déli részein is biztosítják a biztonságunkat, ha kell, akkor itt helyben, Pest megyében, és ha kell, akkor itt helyben Kistarcsán. Az állam tehát ehhez azt teszi hozzá, ami egyébként kötelessége, azokat a forrásokat, amiből ezt a munkát el lehet végezni, és ezt a körülményt biztosítani lehet hozzá. Valami nagyon nagy változás jött létre évtizedek alatt, és évek alatt itt helyben Kistarcsán is, és kívánom önöknek, hogy használják egészséggel ezt az új épületet, és úgy valóban úgy végezzék a munkájukat, hogy érezzék, hogy mi önök mögött állunk, és számítunk arra, hogy önök ilyen professzionálisan fognak minket, itt élőket megvédeni, mint ahogy eddig is tették. Solymosi Sándor kistarcsaváros polgármestere kiemelte, az új rendőrös átadásával a település egyik több évtizedes álma vált valóra. Különösen az elmúlt évek statisztikái alapján minden elismerést megérdemel rendőrösünk munkája, mégis ki kell mondani, hogy az előző épület nem volt ideális helyszíne a szolgálunk és védünk szlogen minőségi végrehajtásához. Hogy megfelelően érzékeltessük a váltást, talán az itt kiállított régi és új rendőrautó közötti különbség az, amely hűen tükrözi, hogy honnan, hová jutottunk. Ünnepelni tehát meglehetősen sok okunk van. Ebből az alkalomból megköszönöm dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, valamint az országos és Pest megyei rendőrfőkapitányságnak, hogy forrás biztosítottak e korszerű új épület megépítésére. A kistarcsai rendőrőrs ellátási területe az 5 település lakosság száma miatt méreteiben nagyobb, mint jó néhány kapitányság az országban. Véleményünk szerint ezért is nagyon megérdemelt volt ez a fejlesztés, és bízunk abban, hogy mielőbb a kapacitásának megfelelő létszámmal fogja Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes, Csömör és Mogyoród lakosságát szolgálni és védeni. Kovács István rendőrvezérőrnagy, gazdasági főigazgató, országos rendőrfőkapitány helyettes ismertette a beruházás, illetve az új rendőrségi épület főbb paramétereit. Elmondta, az újonnan megépült rendőrös az egykori internáló tábor területén található. Az építéskor a régi kerítés tégláit is felhasználták az új intézmény létrehozásához. A helyi önkormányzat hadhatós segítségével épülhetett fel a 918 négyzetméteres telekre, a 313 négyzetméteres épület. A rendőrös megépítéséhez a belügyminisztérium 150 millió forintot biztosított, a pénzügyi keretet támogatásával tovább bővítette az országos rendőrfőkapitányság, Kistarcsa, Kerepes, Mogyoród, Csömör települések önkormányzata is. A beruházás így 170,5 millió forintból valósulhatott meg. A tervek elkészítésénél nagy figyelemmel fordítottak a funkcionalitásra, ügyelve a terek jó kihasználására.
munkálatok idén május 11-én kezdődtek. A kistarcsai rendőrös építésénél fontos szempont volt az, hogy az épület fenntartása hosszú távon, évek múlva is gazdaságos legyen. Ennek tükrében megújuló energiaforrásokat is használtunk. Értem ez alatt a jól látható napelemeket és a nem látható, de hatékonyan működő hőszivattyús fűtési rendszert. Bizton kijelenthetem, hogy az épület, amely előtt állunk, ma az ország, de talán Közép-Európa egyik legkorszerűbb rendőrségi épülete. Egy rettenetesen elavult, rossz állapotú épületben voltak kénytelenek, most már azt kell, hogy mondjam, évtizedek óta működni a rendőrség, és nyilvánvaló, hogy ezt az áldatlan állapotot minden érdekelt fél szerette volna megszüntetni, úgy a rendőrség, mint az önkormányzat. És aztán mikor vetődött föl? Hát több évtizeddel ezelőtt, hogy legyen majd új hely a rendőrösnek. A próbálkozások egymást követték, 1999-et említette az egyik volt rendőrös parancsnokunk, de azt gondolom, hogy ennél jóval korábban kezdődött az igényfelmérés. Először a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által számunkra átadott tábori ellentételezésként kellett volna ezt nekünk megépítenie, de aztán a körülmények úgy hozták, hogy sikerült kilobbizni, mai divatos kifejezéssel mondva, hogy a belügyminisztérium átvállalja ennek a ősnek a megépítési költségeit, amelyet még a rendőrfőkapitányság és az érintett önkormányzatok támogatásának köszönhetően további 20,5 millió forinttal kiegészítve sikerült aztán tető alá hozni teljes felszereléssel a rendőrösöt. Ebből mindenki így kivette a részét, nyilvánvalóan mi is az otthont adó település Kistarcsa leginkább. De ezt örömmel tettük, és bízunk benne, hogy nagyon jó hatásfokkal és jó körülmények között fogják tudni a feladatukat elvégezni a rendvédelmi szervek ebben az épületben. A nemzeti színű szalagot Szabó István Pest megye közgyűlésének elnöke, illetve dr. Mihály István rendőrdandártábornok, a Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője vágták át. Majd Ignéci József rendőrőrnagy, a kistarcsai rendőrőrs parancsnoka átvette az új épület kulcsát, ezután pedig körbevezette a vendégeket az intézményben. A régi objektumunk az már gyakorlatilag a emberi tartózkodásnak az alkalmatlanságát súrolta, míg az új pedig gyakorlatilag Közép-Európa legmodernebb rendőrségi objektumainak az egyike. Ez az új objektum, ez mind a fűtésrendszerében, mind a kivitelezésében, illetve a funkcionalitásában messze európai követelményeknek megfelelő, igazán kultúrát rendőri objektum. Összesen 19 helység található, a 19 helységből 12 az, ami rendőri munkavégzésre alkalmas, ahol a kollégáim végzik a napi tevékenységüket, nyomozóirodák, közleti megbízott irodák, illetve a logisztikai helységek, ahol találhatóak a fegyverszoba, illetve irattár, valamint a járőröknek leíró és eligazító beszámoltató helység. Szervezési állománytábla szerint 23 fő a rendőrösnek az állománya, jelen pillanatban 23-an dolgozunk, 17-en közterületen, a többiek pedig a háttérmunkát végzik, illetve a parancsnoki állomány. Az új kistarcsai rendőrös átadásával a közbiztonság növelése mellett egy könnyen elérhető, gyors és kényelmes ügyintézési lehetőség is megvalósult. A lakosság ügyfélfogadásunk december 3-ától lesz az új objektumban, ez minden hétköznapon 07:30 órától 16 óráig, a pénteki napokon pedig 7:30-tól 13 óráig van.